Az igazságszolgáltatás kudarca a Tesco-s rablók pere. 15 év alatt 9 bíróság rágta az ügyet, és csak a múlt héten született jogerős ítélet. A kegyetlen bűncselekményeket összegző vádpontok többségében ráadásul nem volt elég a bizonyíték, így például felderítetlen maradt a kalocsai kettős gyilkosság, és azt sem tudjuk már meg, hogy kilőtt meg egy pénzszállítót Érden a 2000-es években. Kalocsa 2004 nyara. Egy illegális pénzváltással foglalkozó házaspár otthonába fegyveresek hatolnak be. Több 10 millió forintot zsákmányolnak, és úgy döntenek, nem hagynak tanukat. A házaspárt kiviszik a közeli erdőbe, kivégzik őket és elássák a testeket. Érd 2004 vége. Egy pénzszállítót támadnak meg. Az egyik őr nem engedelmeskedik, ezért hasba lövik, majd miután összerogyott, még a lábába is beleeresztenek egyet. 2005 a budaörsi Tesco áruház parkolója. Fegyveresek támadnak a pénzszállító autóra, gépkarabéllyal átlövik a páncélüveget, majd a nyomaték kedvéért lábon lövik a magát megadó biztonsági őrt. A zsákok pakolása közben megérkeznek a rendőrök. Több lövés dörren, majd a rablók menekülés közben egy kézigránátot is bevetnek. Az eredeti vád szerint Süveges Péter és társai a fentélyeken kívül még 4 fegyveres rablást követtek el, ám mostanra az események után 16 évvel kiderült, hogy a büntettek többségét mégsem lehet rájuk bizonyítani. Süveges Péter és társai ellen 2007-ben emeltek vádat. Elvileg a Pest megyei bíróság tárgyalta volna az ügyet feltételes módban, mert hogy 4 bíró sem vállalta el azt. Süveges Péter jogászokat megszégyenítő alapossággal védekezett, a legkisebb eljárási hibát sem hagyta annyiban, pereket indított, elfogultsági indítványokat tett, vagy folyton ezekkel fenyegetett. A Pest megyei bíróságon végül egyszerűen elfogytak az illetékes tanácselnökök. 2010-től ráadásul Süveges és társai szabadlábon védekezhettek, mivel akkoriban még az volt a törvény, hogy legfeljebb 3 évig lehetett előzetesben tartani a vádlottakat. Az akta ezután a fővárosi törvényszék elé került. Az 5. bírót a tárgyalás majd 2 éve alatt speciális egység őrizte. Süveges Péter itt is hozta a formáját. Én azt hiszem, hogy ön tehát valóban igyekszik megdolgozni a júdás pénzért. Süveges az elmúlt 15 évben volt, hogy engedte mutatni az arcát, volt, hogy megtiltotta. Kalinna József végül 2 éves tárgyalás után ítéletet hozott. Többek között 6 fegyveres rablásban és egy kettős gyilkosságban találta bűnösnek a bandát. 3 életfogytiglant osztott ki a 6 vádlottnak, 2-en 12-12 évet, egy ember pedig 5 évet kapott. 2015-ben másodfokon azonban minden összedőlt. Az alaposnak hit elsőfokú ítéletet megalapozatlannak találták. Az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja. Vagyis 8 évnyi tárgyalássorozat után úgy döntött a fővárosi ítélőtábla, hogy mindent előről kell kezdeni. Az ügy pikantériája, hogy egy évvel később a kúria kimondta, hogy a másodfokú ítélet volt törvénytelen, nem az első. Hatályon kívül helyező és a fővárosi törvényszéket e terheltek tekintetében új eljárásra utasító rendelkezése törvénysértő. A kúria szerint az elsőfokú döntés, ami életfogytiglanra ítélte Süvegest, korántsem volt hibátlan, azonban teljes mértékben megalapozatlan sem. A javarészt formai hibákat könnyen lehetett volna orvosolni. De a kúria ítéletének gyakorlati jelentősége már nem volt, ugyanis közben megkezdődött a második elsőfokú tárgyalás. A vádlottak 8 napon keresztül adták elő a felszólalásaikat. A megismételt elsőfokú tárgyalás teljesen más eredményt hozott, mint az első. A vádpontok túlnyomó része a bíróság szerint nem volt bizonyítható, köztük a legsúlyosabb, a kettős gyilkosság sem. A 6 fegyveres rablásból mindössze 3 írható a társaság számlájára, köztük a Tesco-s akció. Az ítélet így lényegesen enyhébb lett. Ezért a bíróság őt, mint visszaeső, halmazati büntetésül 20 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítéli. Süveges Péter elsőrendű vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Egy vádlottat minden vád alól felmentett a bíróság, a többiek 16, 14 és 8 év fegyházat kaptak, egyikük pedig életfogytiglant, mert erőszakos visszaesőnek minősült.
A második másodfokú tárgyaláson a vádlottak igyekeztek megcáfolni a megmaradt vádpontokat is, elsősorban a Tesco-s rablást. Gondolom, önök is meg fogják változtatni a véleményüket ezzel az üggyel kapcsolatban. A bíróság azonban végül helyben hagyta a megismételt elsőfokú ítéletet. A bandát tehát három rablás, a budaörsi Tesco-s akció, valamint egy fővárosi és egy győri üzlet megtámadása miatt ítélték el. A többi vádpontra nem volt elég bizonyíték. A járvány miatt a jogerős ítélet kihirdetésekor csak néhány percet forgathattunk. Az indoklás lényegét ezért a fővárosi ítélőtábla szóvivője foglalta össze a Kékfénynek, Süveges Péter és társai ügyében. SP vádlottnak a terhére megállapított budaörsi cselekménynél és a fegyvercsempészetnél központi irányító szerepe volt. A kalocsai kettős gyilkossággal azért vádolták meg a bandát, mert az áldozatok autóját már a gyilkosság másnapján Süveges Péter használta. Megbüntették tilos parkolásért, és ő váltotta ki a kocsit. Ezen kívül az egyik vádlott társa K. Gábor is rávallott, és még az egyik elásott holttest helyét is megmutatta. Csak hogy a vádlott társ vallomását végül ennek ellenére sem fogadták el hitelesnek. KG vádlott terhelő vallomásának volt kiemelkedő jelentősége, perdöntő jellege. KG vádlott terhelő vallomása megkérdőjelezhető hitelű volt. Azokra a bűnösség megállapítását nem lehetett alapítani. A bandát megvádolták egy család megtámadásával is a fővárosban, a Kőér utcában. Ezé a családé volt az a BMW terepjáró, amit később a Tesco-s akciónál használtak. Csak hogy a család később nem tudta egyértelműen azonosítani a símaszkos támadókat, az pedig nem volt elegendő bizonyíték, hogy az ő kocsijukat használták később a rabláshoz. Az autó ugyanis a bíróság szerint máshogy is hozzájuk kerülhetett. Az eljárás során semmilyen bizonyíték nem állt rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy 2005. március 9-én a Kőér utcai rablás során eltulajdonított terepjáró, amelyet utóbb 2005. május 14-én a budaörsi Tesco áruháznál végrehajtott támadásnál használtak, mikor, hogyan és milyen körülmények között került SP vádlott körüli bűnözői körhöz. Az érdi páncélautó elleni támadásnál maga Süveges Péter bizonyíthatóan nem volt ott, társai azonban legalábbis eleinte úgy tűnt, elég bizonyítékot hagytak maguk után. Az érdi cselekménynél az elkövetők hátrahagytak egy laptoptáskát, amely bizonyítottan Elzé vádlotthoz volt köthető. Ezen kívül az érdi rablásnál használt pisztoly, amivel hasba lőtték a biztonsági őrt, később a Tesco-s rablásnál használt terepjáróból került elő. De végül ez sem volt elegendő bizonyíték. Ennél a cselekménynél is volt több olyan személy, aki információkat hozott a nyomozók tudomására, azonban azok mindegyike hallomásból származott, azokra tényállítást, tényállást nem lehetett alapítani. A banda leghíresebb akcióját, a Tesco-s rablást végül azért sikerült bizonyítani, mert hiába gyújtották fel a meneküléshez használt autót, így is találtak benne DNS nyomokat és új lenyomatot is. Maga az akció azonban nem egészen úgy zajlott le, ahogy a rendőrök kezdetben beszámoltak róla. Amikor az első járőr a helyszínre érkezett, azt mondták, hogy a rablók azonnal tüzet nyitottak rájuk. A jogerős ítélet szerint azonban ez nem igaz. Csak a rendőrök lőttek. A vádlottak a lövéseket nem viszonozták, így a szó szerinti értelemben vett kölcsönös tűzpárbajra nem került sor. Az azonban igaz, hogy a menekülő rablók egy kézigránátot dobtak a rendőrök felé. Ezért és a biztonsági őr meglövéséért végül a bíróság nem egyszerű rablásnak, hanem nyereségvágyból hivatalos személy ellen elkövetett emberölési kísérletnek minősítette az esetet. Ezért önmagában is életfogytiglant lehetett volna kapni. Süveges végül 20 évet kapott, a többiek 20, 16, 14 és 8 évet kaptak, egyiküket felmentették. Hirdettük a másodfokú bíróságnak az ítéletét. Az ítélet kiszabásakor nem lehetett figyelmen kívül hagyni a jelentős időmúlást, elvégre már 15 éve tart a persorozat.
Elgondolkodtató, hogy miért húzódott ilyen sokáig ez az ügy. Elvégre nem bonyolult nemzetközi offshore hálózatokat kellett felderíteni, hanem viszonylag primitív fegyveres rablásokat. Süveges és társai persze számtalan időhúzó taktikát vetettek be, kezdve a két napig tartó beszédektől a bírók elleni elfogultsági indítványokig. Csak hogy mindezek teljesen törvényes eszközök, amelyekre az igazságszolgáltatásnak számítania kellene. Elgondolkodtató az is, hogyan fordulhatott elő az, hogy ugyanazon bizonyítékok alapján különböző bíróságok ennyire másképp ítélték meg az ügyet. Süveges Péter és társai eddig több mint 10 évet töltöttek előzetesben, vagyis néhány éven belül kiszabadulhatnak. Az pedig, hogy ki követte el a kalocsai kettős gyilkosságot, ki lőtte le a biztonsági őrt az érdi rablásnál, valószínűleg már sohasem fog kiderülni.